A magyar baloldal és nyugat-európai szövetségeseik azon dolgoznak, hogy ne lehessen egészségügyi és pedagógus béremelés Magyarországon. Erről Gulyás Gergely beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint már csak Brüsszelen múlik, hogy megegyezzenek a helyreállítási alapról, miután a kormány elfogadta a bizottság álláspontját a vitás kérdésekben. A bizottságnak elküldött válaszunkban mind a négy olyan területen, ahol ők előrelépést vártak, elfogadtuk. A helyreállítási alapról szóló megegyezés már csak az Európai Bizottságon múlik, miután a kormány elfogadta a testület álláspontját a vitás kérdésekben, mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Ezeknek a kérdéseknek a jelentősége lényegesen kisebb, mint annak a jelentősége, hogy Magyarország végre megkapja azokat a pénzeket, amelyek nekünk egyébként az uniós szabályok szerint is járnak, amelyek bennünket megilletnek. Úgyhogy miután minden olyan kérdésben, ahol eddig viták voltak, a bizottság álláspontját elfogadtuk, ezért úgy gondoljuk, hogy a technikai lezárása van csak hátra az egyezkedésnek, és onnantól kezdve a megállapodás aláírható. Gulyás Gergely azt mondta, az ügy hátterében politikai vita is meghúzódik. Ezt az okozza, hogy Magyarországon a baloldal és nyugat-európai szövetségesei semmiképp sem szeretnének megegyezést. Nem támogatják azt, sőt tesznek azért, hogy a magyar pedagógusok ne kaphassanak béremelést, hiszen Európai Uniós pénzek között található az a forrás is, ami pedagógus bérekre lenne fordítható, és az egészségügyi béremelés fedezete is a helyreállítási alap költségvetésében van. Ezért mi ezt egy felelőtlen magatartásnak tartjuk. Mi azt szeretnénk kérni, hogy azok a baloldali európai parlamenti képviselők, akik havi 5 millió forintot keresnek, ne azon dolgozzanak, hogy a pedagógusok és orvosok ne kereshessenek többet Magyarországon, hanem azért tegyenek meg mindent, hogy többet kereshessenek. A globális minimumadó és az ezzel kapcsolatos Magyarországra vonatkozó európai parlamenti állásfoglalásról Gulyás Gergely közölte. A 15%-os adónak és a helyreállítási alapnak semmi köze egymáshoz. Az EP határozat durván sérti az Európai Unió alapszerződéseit. Itt valójában Magyarország európai érdekeit képviseli, tette hozzá. Annak kapcsán, hogy az Egyesült Államok felmondta a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 1979-ben aláírt megállapodást, Gulyás Gergely úgy fogalmazott, ez nem más, mint nyomásgyakorlás. A dokumentumot ugyanis egy már 2010-ben elkészült egyezmény váltaná fel, de azt az amerikai törvényhozás még mindig nem hagyta jóvá. Tudni kell, hogy a most felmondandó egyezmény 2024. januárjáig hatályban marad, tehát az amerikaiak azt szeretnék elérni, hogy a következő másfél évben mi fogadjuk el a globális minimumadót, és akkor ők pedig ratifikálják a 2010-es megállapodást. Elég kis tűrű lépés az egy nagy hatalomtól. A forint árfolyam hullámzására vonatkozó kérdésre válaszolva a miniszter azt mondta, a költségvetés stabil, a hiány csökkenő, az idei növekedésünk pedig akár 5% fölé is emelkedhet.